Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Iradunk után magazinműsorunkat láthatják, amelyben elsőként a Magyar Imre Kórházba látogathatnak el velünk a hagyományos Semmelweis napi ünnepségre. A Semmelweis nap alkalmából a kórházban kitüntetések és díjak átadására került sor. Ezt gondolom, hogy minden évben öröm, de mint említette, 2011 óta nem volt erre lehetőségük, hiszen a kórház felújítása zajlott. Milyen érzésekkel áll most itt? Én nagyon jó érzésekkel. Az Ajkai Kórház csapata egy nagyon jó csapat. Én ezt azért merem mondani, mert én az országban több helyen igazgattam kórházakat, és itt azért egy nagyon összetartó és egymásért küzdő emberek vannak, úgy gondolom. És mindig öröm egy ilyen, tehát már igényelték egyébként a munkatársak, tehát már kérdezték, hogy mikor lesz már ilyen közösségi megmozdulás Semmelweis nap, Magyar Imre nap, mert ugye úgy terveztük, hogy majd akkor csináljuk, ha teljesen kész a kórház, átadtunk mindent, és akkor minden rendben van, de hát nem így sikerült, aztán mégis úgy gondoltuk, hogy azért az idén már elkezdjük megtartani az ünnepségeket. A kórház felújítása tehát még nem ért véget, mi az, ami még hátra van? Igen, hát még egy gépműszer pályázatunk hátra van, aztán némi nemű informatikai pályázat is, és akkor, ahogy megjönnek a gépek, műszerek, utána tudjuk a központi műtőt és a radiológiát még átépíteni, ami nem lesz kis feladat, de hát állunk elébe, most már ezt a fél évet kibírjuk. Ez ott van a következő kérdésem, hogy ez mennyi időt vesz még igénybe, hiszen említette, hogy a kollégák nagyon sok mindenen mentek keresztül, többször költöztek. Most milyen a betegek visszajelzése a megváltozott külsőről, illetve hogy egy helyre kerültek a szakrendelések? A betegek nagyon aranyosak voltak végig az építkezés alatt is, szurkoltak nekünk, és türelemre is intettek még ők bennünket, mert hát azért nem volt ez néha egyszerű, de most nagyon elégedettek. Kapok visszajelzéseket, sőt levelek jönnek, ma is jött éppen egy levél, hogy milyen itt volt a műtét, és hogy milyen szép a kórház, és a munkatársak is milyen kedvesek voltak, ez mindig nagy öröm. Hát aztán elvileg a projektet be kell fejeznünk, sőt gyakorlatilag is még ebben az évben. Most úgy néz ki, hogy október 31-ig van meghosszabbítva a projekt, de addig aztán mindenhogyan le kell zárnunk, pénzügyileg is, meg ténylegesen is. Milyen feladatok várnak még a kórházra, illetve önre személy szerint, ami ezt a nagy munkát még megelőlegezi, illetve utána kerül-e sor pihenésre végre? Hát nem tudom, én a nyáron biztos nem megyek szabadságra, ez már majdnem biztos, hát terveink még vannak. Mert ugye el kellett készítenünk a minisztérium is, illetve a fenntartó felé a következő ciklusnak a terveit. Ami nagyon fontos lenne, az az infektológiai osztály felújítása, aztán az útjainknak a rendbetétele, a műtőklimájának a rendbetétele. Szóval mindig van egy kórházban, ráadásul ugye ez a projekt már megy szinte 5 éve. Most az elején megvettük volna azokat a műszereket, amik majd most jönnek be, azok most már lassan amortizálódtak. Tehát egy kórház az egy hatalmas pénznyelő gépezet egyébként, és mindig a gépeket felújítani, karbantartani, és mindig új technika jön. Tehát ezeket mind adaptálni kellene. Hát ez rengeteg pénz és feladat még. Említette, hogy a közelmúltban nyert el a kórház a Bababarát Kórház címet. Milyen munka előzte ezt meg, és hogyan lehet ezt a címet elnyerni? Hát ez egy hatalmas munka volt, és nagyon szigorúak voltak, akik akkreditáltak bennünket erre. Ennek különböző pontjai vannak, nemzetközi előírások, a WHO írja, mit tudom én, vagy 10 pont, és akkor itt alpontok, amiknek meg kell felelni. Ugye itt főleg a szoptatás preferálása, ami rendkívül fontos, meg hogy a gyerek rögtön legyen az anyukával, vagy szülés után rögtön kerüljön már a bőrkontaktusba, akár anyával, akár apával. Tehát ennek standard előírásai vannak, és ez nagyon nehéz. Tehát amikor változtatni akarunk egy régi bevett szokáson, az a legnehezebb. Ha így szoktuk 100 éve, akkor még így csináljuk még 100 éve, de hát ez nem megy. De meg kell újulni, új dolgokat kell megtanulni, és azért erre vevő ez a társaság. Van még olyan cím, amit el lehet nyerni kórházként? Igen, de nekem itt az volt a legnagyobb feladatom, hogy ez a kórház megmaradjon. És én úgy gondolom, hogy aktív ellátó helyként a megyében megvan az Ajkai Kórháznak a helye és a szerepe. Hát ez sikerült kiküzdeni magunknak, nem tudom jó-e vagy nem, de az biztos, hogy a betegeknek jó. A Semmelweis nap alkalmából kik kaptak ma elismeréseket?
Hát mindig ez nálunk bevett szokás, mi úgy hívjuk, hogy Törzsgárda, a régi jó nevén, máshol úgy hívják, hogy Hűség a kórházhoz, így is hívhatjuk, de tulajdonképpen ma 150 munkatársunknak adtunk 20, 25, 30, 35 és 40 éves évforduló alkalmából, illetve mondtunk köszönetet, mert az az ajándék, amit adtunk, az csak jelképes ajándék volt, és ilyenkor szoktuk mindig a kórházért kitüntetéseket is adni, itt a legkiválóbb dolgozóknak. Általában úgy szoktuk, hogy évente 3-at szoktunk kiosztani, de miután 4 éve nem volt már ilyen, így most egy kicsit többen kaptak ilyen címet.